Most két havonta szoktam itt előadást tartani, azoknak, akik természetes gyógymódokkal kiegészített orvoslásról szeretnének hallani, és mai témánk az ez a gyógyszerek helyett természetes megoldások. És ebben szeretnék egy kis felvezetést adni, és aztán beszélgetünk. Szóval elég sok gyógyszert fogyasztunk, mert azt mondják, hogy van még hova fejlődni, tehát vannak nálunk sokkal több gyógyszert fogyasztó országok, de mégis azt lehet mondani, hogy nagyon sok vagon számra fogynak gyógyszerek, mint például hogy az antibiotikumok közül az amoxicillin 1,3 millió darabot adnak el egy év alatt. Aztán, hogy a D3 vitamin az igazából nem is lenne rossz, hogy olyan sokat fogyasztunk belőle, de leginkább a csontritkolás miatt annak megelőzésére és gyógyítására használják. Mert aztán a többi az sajnos mind rossz, mert hogy antibiotikumból szintén harmadik helyen láthatják, hogy a legtöbbet fogyasztott ez az amoxicillin, és a 10-es listában a legkevesebb az a 450 ezer, tehát 1,3 millió és a 450 ezer között változnak ezek a számok, csökkenő sorrendben. Vérhígítókat, szedmusokat, különösen az acetilszalicilsavat, gyomorsav termelés gátlószereket, ugye ezek a pantoprazol és társai, aztán értágítókat, szívgyógyszereket, például a nevimolol, a húgysavcsökkentőket, közfényeseknek koleszterin szintcsökkentőket és különböző szívgyógyszereket. Ezek a 10-es lista, de hát azért ezen kívül még sok minden más van. Miért szedjük a gyógyszert? Ez egy filozófiai kérdés. Hiszen mindenki, aki beteg, az valami módon gyógyulni szeretne. A probléma azt hiszem abban van, hogy manapság nem nagyon van más elképzelés a gyógyulásról, úgy általában a hivatalos egészségügyön belül, mint sem, hogy gyógyszereket szedjünk. Ez az alap, nyilván van sebészet, meg van sugárterápia, meg sok minden más, de azért a terápiának a zöme, az mégiscsak a gyógyszerszedés, és a gyógyszereknek a kiváltására nem nagyon van más alternatíva. Hát ugye leginkább azért szedi valaki a gyógyszert, mert az orvosokról írta. Házi orvos, szakorvos, kórházban kiengedik, akkor az az úti csomag, hogy ott van egy egész lista, hogy miket kell szednie otthon. És a házi orvos is ugye erre már külön ilyen gépesített asszisztenciát alkalmaz, hogy minél gyorsabban mindenkinek csak fel legyen írva a gyógyszer. No persze van egy másik oldala a dolognak, hogy azért megy a páciens az orvoshoz, hogy gyógyszert írjon fel. Van egy ilyen elvárás. Mondhatnám, hogy néha a követelés, tehát nem nagyon tudja kikerülni az orvos maga sem, hogyha a páciens elvárása az, hogy írjon fel gyógyszert. Aztán persze az is van, hogy az orvos nem ismer alternatívákat ahhoz képest, mint hogy gyógyszerszedés. Tehát ugye ezt tanultam meg az egyetemen, erről szól a gyógyszer képviselőknek a látogatása, hogy mindig azt az egy gyógyszert éppen észben tudja tartani, amelyiket fel kell írni, mert a gyógyszergyárnak az az érdeke. És hát ehhez képest nem nagyon vannak olyan oktatások, sem az egyetemen, sem hozzáadás képzésben, hogy mit lehetne a gyógyszer felírás helyett, vagy mikor feltétlenül indokolt és mikor nem. Ezt az elvárást ugye mondtam. Aztán van egy következő szempont, amit szeretnék elmondani, az pedig az, hogy nagyszerű protokoll van arra, hogy hogyan kell egy-egy betegségnek fölírni gyógyszert, de arra nincsen protokoll, meg nincs senki felelős, hogy hogyan kell leállítani a gyógyszert. Tehát ugye kvázi ráállítják egy vérnyomás csökkentőre, és a beteg nem megy tiltakozni, hogy neki mégis magas a vérnyomásra, adjanak valami mást,
akkor az ott örök életre megmaradna, akkor mindig újra is, újra föl kell írni, és ugyanazt a gyógyszert kapja időtlen időkig. És hát nem vizsgálja senki fölül, nincs egy ilyen felelviteli bizottság, vagy nincs egy külön orvos csoport, amely mindenkinél megnézni, hogy akkor indokolt-e még a gyógyszernek a szedése. Igazából ez ilyen nyitva hagyott kérdés, fölírták, és akkor szedje a beteg, mert hát az a dolga, hogy úgy lesz egészséges, hogyha szedi a gyógyszert. Hát nyilván ez nem stimmel, de ez biztos, hogy egy nagy faktor abban, hogy akkora a gyógyszerfogyasztás. És hát ugye ne legyünk szemérmesek, hogy a gyógyszergyáraknak pedig van egy óriási érdekeltségük abban, hogy a gyógyszerek fogjanak. Mondhatnám, hogy nem nagyon van ellenható erő, szinte mindenki abban érdekelt, hogy minél több gyógyszer fogjon. Az orvos azért, mert a legegyszerűbb ezt tanulta meg, nem kell utána járni, nem kell vele foglalkozni, hogy kicsit macerásak, hogyha azt mondanám, hogy a házi orvos tanítsa meg, hogy kell bőtkurázni, vagy hogy kell étrendet változtatni, mert akkor esetleg ki tudna váltani gyógyszert. Ezt gondolom, hogy a mai forgalom mellett nem biztos, hogy beleférne az ő napi programjába. A gyógyszergyárakban érdekelt, hogy sokat adjon el, minden erővel arra biztatja az orvosokat, hogy ezt megtegyék, hogy felírják. Aztán a patikusokban érdekelt, és hát a betegek nagy része is, ugye, hogy minél egyszerűbben elintézze ezt a dolgot, csak hát nincsen intézve, mert az a baj. No, tehát ennyi előzmény után, akkor nézzük, hogy milyen fajta betegségeknél mi az, ami fölkerülhet arra a listára, hogy megkérdőjelezzük, biztosan kell-e mindig szedni ezeket a gyógyszereket. Tehát például ugye itt van rögtön a cukorbetegség, amiről tudjuk, hogy nagyon nagy számban van jelen Magyarországon. Tudjuk, hogy háború után közvetlenül volt Magyarországon kb. 3000 cukorbeteg. Most cukorbetegek száma olyan 1 millióhoz közeledik. És a betegek egy jelentős része gyógyszert szed, egy másik jelentős része pedig inzulinra van állítva. Ez ugye most a kettes típusú cukorbetegség, amiről beszélünk, az egyes típusú azért nem ekkora létszám, de és nem is olyan egyszerű a kezelése, mint a kettes típusúnak. A kettes típusú cukorbetegség az nagyon jól befolyásolható természetes módszerekkel, életmódváltással, de ennek ellenére ugye az egyetlen bevett eljárásmód az, hogy gyógyszer, metformin, vagy valami más hasonló gyógyszer, és hogyha ezek nem elég ütemesen változtatják a vércukorszintet, akkor inzulinra állítják rá. Az pedig ugye folyamatosan élet végéig, aznak csak a növelése a kérdés, mert csökkenteni általában nem szokták azt sem. Aztán ugye a következő témakör az a magas vérnyomás, például a vérnyomás csökkentők beállítása. Hát nagyon sok vérnyomás beteg van Magyarországon. A vérnyomás betegek döntő többsége az anyagcsere típusú vérnyomás problémával szenved. Van egy kisebbik rész, aki inkább ilyen stressz alapú, vagy vegetatív idegrendszeri alapú. Akinek anyagcsere típusú ez a vérnyomás emelkedése, az szintén nagyon jól befolyásolható alternatív módszerekkel. Aztán vannak az izületi betegségek. A bevett terápia az, hogy első menetben, első lépésben ugye ezeket a nem steroid típusú gyulladáscsökkentő gyógyszereket adják, ugye ibuprofén, diklofenák és társai. És hát ezeknek ugye közismerten elég sok mellékhatásuk van, például a gyomor nyálkahártyának a irritálása, illetve kikezdése egy ilyen mellékhatás, de vérkező szervekre, különböző belső szervi
problémákra úgy hat, fáradékonyságot okozhat. Szóval nagyon sok mellékhatása van, és hát ami a legfontosabb, hogy ráadásul nem is oldja meg a problémát. Tehát annyi történik, hogy átmenetileg, amíg a gyógyszert szedi az illető, addig ez a fájdalom valamelyest tud csökkenni, ha jó esetben, hanem akkor még az sem. Aztán a következő témakör a koleszterin betegségek, illetve a vérzsír betegségek, amire ugye bevett terápia, hogy a statinokat írják fel, ezek koleszterin szint csökkentők. A koleszterin az a szervezetünkben is képződik, kívülről állati eredetű élelmiszerekkel lehet bevinni. Mind a kettő közreműködik a koleszterin szint általános magasságának a kialakításában, tehát nem csak az, amit megeszünk, hanem az is, ami belsőnek képződik. Például a belsőnek képződő koleszterin, azt már tudjuk, hogy nagyban függ a stresszkezelésnek a minőségétől, tehát az, aki nem jól kezeli a rázóduló napi stresszeket, annak jóval nagyobb eséllyel kialakul a hiperkoleszterinémiája, tehát a magas koleszterin szinten járó probléma. A kívülről bevitt az ugye elég egyszerű, mert hogyha az állati termékeket valaki csökkenti vagy kerüli, akkor azzal lehet ezt csökkenteni. Nem mindig oldja meg egyébként, hiszen a belsőleg termelődő lehet olyan mértékű, hogy az is növeli a koleszterin szintet. Hát nem akarom ezt a statin terápiát különösebben minősíteni, sok mindent olvashatnak róla. Javaslom, hogy például a Szenti Gábornak a írásai könyveit nézzék meg, nagyon sok irodalmi adatot összegyűjtött arról, hogy hogyan van ez a dolog egy nagy buborékká felfújva. És én a magam részéről azt tudom mondani, hogy a statinok adásával éppen hogy azok a problémák növekednek, amire adják. Tehát azokat a vitaminokat rabolja el a szívtől, amelyekkel megvédhetnénk a szívnek a működését, a koszorúvérek működését, például a Q10 vitamint, és igazából nem látható, hogy ettől bármi jelentősen javulna az általános egészségügyi statisztikákban, morbiditási adatokban. Koleszterin betegségek azok ugyanúgy megmaradnak. Nyilvánvalóan nem az a megoldás, hogy a életmódváltás helyett a koleszterin szintre koncentrálunk és azt próbáljuk beállítani, hanem az a megoldás, hogyha magának a koleszterin szint növekedésének a okát szüntetjük meg, és ezt tudjuk a természetes módszerekkel hozzátenni. Az autoimmun betegségek ugye nagyon nagy témakör, egyre többen betegek, olyan ütemben növekszik az autoimmun betegségeknek a száma, hogy azt mondják, hogy néhány évtizeden belül szinte mindenkinek lesz valamilyen autoimmun betegsége, ha így haladunk. És ezeket manapság különböző nagy hatású gyógyszerekkel, mint például a kortizollal, metotrexáttal és az úgynevezett biológiai terápiákkal kezelik. Ezek a készítmények nagyon sok veszélyt hordoznak magukban, és az autoimmun betegségeknek ellentétben az orvosi közfelfogással, hogy ez egy ilyen sorscsapása, és ez csak mindenféle általunk ismeretlen faktoroktól függ. Hát nagyon sok mindent tudunk róla, nagyon egyértelmű, hogy összefügg az életmóddal és a táplálkozással, és egy kezdődő autoimmun betegséget elég jól lehet befolyásolni, hogyha ezeket változtatjuk. Aztán a refluxbetegség, ahol ezeket a gyomos, csökkentő gyógyszereket adják nagy mértékben, és arra is ráállítják, és egész életében szedni kell, mert hát azzal tudja csökkenteni a refluxbetegséget. Hát az első megjegyzésem az, hogy nem feltétlenül mindig reflux az a reflux, hanem bizonytalan hasi panaszokat sokszor minősítenek úgy, hogy hát ez egy reflux betegség. Azon túl pedig a
megoldás nyilvánvalóan nem az, hogy a gyomorsan termelését leállítjuk, hogyha az felfelé feljön. Tehát ha ez tényleg feljön, akkor annak van oka, az az oka, hogy kitágul például a gyomor előtti zárógyűrű, vagy az az oka, hogy nem jó a gyomor alatti területnek a bélflórája, és nagyon sok gáztermel, és kvázi nyomja fölfelé a gyomrot is, meg mindent, ami abban van. Tehát ezeket, hogyha az ember sorra veszi, számba veszi, és próbál ezeken segíteni, akkor nagyon szépen lehet a gyógyszer szükségét csökkenteni. Aztán itt van a fájdalomszindrómák, ahol élethosszig emberek fájdalomcsillapítókon élnek. A stroke és az infarktus utáni kezelés, ahol élethosszig vérhígítókra vannak ítélve. Az alvászavarok, ahol tonna számra szedik az altatókat, holott nagyon egyszerű okai lehetnek esetleg az alvászavarnak. Az idegi feszültség, amire pedig rengeteg nyugtatót szednek. Hát ezt a 10 dolgot emeltem ki, de úgy nyilván lehetne a sort folytatni, nagyon sok minden van. De ezekben biztos, hogy nagyon sok eredményt lehet elérni természetes módszerekkel. A cél az, az lehet, hogy szedjünk kevesebb gyógyszert. Akkor is, hogyha a mai orvoslásnak az az álláspontja, hogy az a jó, ha minden betegség standardok, előírások, protokollok szerint van kezelve, és kapja azt a gyógyszert az előírás alapján. Hát ugye nagyon sok mellékhatás van, például pusztul a bélflóra. Tudjuk, hogy az antibiotikum az ugye nagyon erősen befolyásolja a bélflóra összetételét, az az 5 kilónyi baktérium teljesen átalakul a bélben, hogyha antibiotikus kezelésen esünk át, lesznek baktériumok, amelyeket kvázi kipusztít a gyógyszer, és lesznek olyanok, amelyek az egészet túlélik, mert ellenállóbbak. Ezek általában a nem jó fajta baktériumok, és ezek okoznak később tüneteket, nagyobb puffadási hajlamot, nagyobb különböző ilyen méreganyagokat termelnek ezek a nem kívánatos baktériumok, vagy azok túlszaporodása, és akkor lassítják a bélműködést, a bélpasztást. Tehát sok kellemetlen tünet indul el a rossz és értelmetlen antibiotikus kezelés után. Hát aztán kevesen tudják, hogy a metformin, amit ugye az előbb már említettem a cukorbetegség kezelése kapcsán, az még talán rosszabb hatású a bélflórára, mint az antibiotikum maga. Aztán az elhízás, ami a kortizol miatt jöhet létre, és ez sajnos egy olyan fajta kellemetlen fajta testsúlygyarapodás, ami nem olyan könnyen adható le, mint egy normális súlygyarapodás. Tehát, hogyha valaki tartósan kortizolra állítanak, akkor elindul egy súlytöblet. És ez egy kicsit számomra úgy néz ki, hogy egy ilyen kötőszövet esetett zsírpárna, ami nagyon nehezen adható le. A saját regenerációs képesség leáll például a kortizon vagy hormonok hatására. Ugye a szervezetünk az úgy áll a rossz behatások, a károsításokkal szemben, hogy abban a pillanatban, amikor ez a károsító tényező megszűnik, akkor rögtön már aznap vagy következő nap elindítja a regenerációt. Tehát a szervezet az állandóan törekszik a helyrehozatalra, a megújításra. De hogyha gyógyszerre tartósan megvan ez a lenyomó és elnyomó hatás, akkor ez a regenerációs képesség egy idő után elkezd csökkenni, majd leáll. Tehát kvázi hiába adjuk már el a gyógyszert, hogy hiába szüntetjük meg ezt a károsító hatást, a szervezetben nem képes úgy regenerálódni ez az aktivitás, ez jelentősen csökkenni tud. A saját alvásciklus eltűnik, például az altatók és nyugtatók hatására, tehát nem lesz meg az a bioritmus, ami a szervezetünknek egy fontos jellemzője,
és nagyon sok hormonális tevékenységet, idegi tevékenységet összekapcsol. Tehát az egyik ritmus szabályozza a másikat, és ugye csodálkozunk, hogyha a végén az van, hogy nőnek például nincs megfelelő menstruációs ritmusa, vagy nincs megfelelő pihenés és ébrenlét, vagy aktivitás ritmusa, vagy hőszabályzási ritmusa. Tehát ezek egymással összefüggő szabályzókörök. Aztán ugye a fekélyek, tehát az emésztőrendszerben kialakulnak olyan nyálkahártya irritációk, nyálkahártya gyulladások, amelyek aztán nyálkahártya hiányhoz, fekélyhez, gyomorfekélyhez, nyomvégfekélyhez és bélfekélyhez vezethetnek. Hát különösen ugye a nem steroid gyulladásgátlók, fájdalomcsillapítók hajlamosak arra, hogy ilyen mellékhatást okoznak. Aztán vérképzőszervi problémák, bizonyos vérsejt vonalak, azok kárt szenvednek és nem megfelelően képződnek. Ugye az is egy krónikus folyamatnak a jellemzője, hogy például a fehér vérsejt számunk csökken. Tehát normálisan ugye 4-5 körüli fehér vérsejt szám lecsökken 3 környékére. Ez azt jelenti, hogy az immunitásunkkal probléma lesz, az ellenálló képességünkkel nem tud megfelelő mértékben reagálni a szervezet a külső behatásokra. Tehát ez a vérképzésnek a befolyásolása hosszú távú károkat okoz. Depresszió hajlam nagyon jellemző, különösen a sokféle gyógyszert szedőknél van ez. Tehát, hogyha fájdalomcsillapítót, altatót és különböző gyulladáscsökkentőket szed egyszerre, akkor ez a depresszió hajlam nagyon könnyen kialakul. Valahogy ennek van egy olyan csatolása, hogy a hangulatot rontja, hogyha minden ponton a szervezetünket gyógyszerekkel befolyásoljuk. Például az allergia elleniszerek, hormonok, refluxgyógyszerek, ezekről ismert, publikált, hogy depressziót okoznak. Ugye izületi fájdalmakat okozhatnak, például a lipidcsökkentők, vagy hasi fájdalmakat, nagyon sokféle ezek között, amiket elsoroltam. És akkor ugye kialakulnak ezek a püffett arc, ugye ez a hölgyből ilyen hölgy lesz, kortizol hatásra, vagy alvászavarok kialakulhatnak, depresszió kialakul, hasi panaszok, állandó fáradékonyság, olyan zsírdalakodások, amelyek nem feltétlenül a túlsúly miatt vannak, hanem mert szervezet egyszerűen rossz helyen, rossz mértékben rakodik le. Tehát ilyen állapotok alakulnak ki. Hát egyet lehet gondolom azzal érteni, hogy ezeket a hatásokat jó lenne csökkenteni, és ahhoz meg azt kell, hogy az ember résen legyen, és próbálja a szükségtelen dolgokat elkerülni, tehát szükségtelen gyógyszerezést elkerülni. Vannak azonban olyan gyógyszerek, amelyeket nem tanácsos elhagyni, így például a pajzsmirigyre adott hormonpótló gyógyszereket, mert ha egyszer elpusztul egy szövet, mint például a pajzsmirigynek a szövetállománya, akkor az nem tud helyreállni, legfeljebb arra van esély, hogy a pajzsmirigy valamely része, amelyik még ég, turbózza magát és több hormon termel, tehát valamilyen mértékig akkor tudja kompenzálni a kiesett, elpusztult gyulladás miatt elpusztult pajzsmirigy szöveteket. De ez általában egy definitív, végleges állapot, és ilyen szempontból a hormon az valóban egy élethosszig szedendő dolog. Aztán a szívgyógyszerek, tehát az veszélyes, hogyha valakinek egy gyógyszerrel valamilyen koszorúértágosság be van állítva, vagy egy szívritmus be van állítva, vagy pedig ha azt az nem képes már helyreállni, nem tudja magát regenerálni a életmódváltás, vagy valamilyen természetes anyagok hatására, és nincs meg ez a gyógyszerhatás, akkor esetleg az visszafordíthatatlan bajt okozhat. Epilepszia szereket például nem tanácsos elhagyni, vagy beállított
és jól működő daganatcsökkentő biológiai szert, vagy súlyos gyulladás esetén beállított szereket, vagy a metotrexát terápiával is, ugye egy nagyon kényes kérdés, hogy ezt szabad-e hozzánulni, vagy nem szabad, hogyha valakinek reumat vagy artritisze arra van beállítva. Hát milyen fajta eszközeink vannak azért, hogy ne kelljen gyógyszert szedni? Ugye az életmódváltás egy nagyon fontos témakör. Az életmódváltáson belül nyilván a testsúlybeállítás. Akinek a normálisnál nagyobb a súlya, annak mindenképpen esendőbb a szervezete. Tehát sokkal többféle betegségre, krónikus folyamatra hajlamos, és ezt az ember akkor is tudja csökkenteni, hogyha már kialakult ez az elhízás, és visszafordítja a folyamatot, csökken a súly, akkor csökken ez az esendőség, csökken a zavar, amit kiváltott a testsúly növekedés. Hát ez alatt mindent lehet érteni, tehát lehet az emésztőrendszer állapotát, a magas vérnyomást, a szívérendszer általános állapotát, a gyulladáskészséget különösen, ugye a legtöbb krónikus folyamat mögött azért ezek a larvát és rejtett gyulladások állnak, ízületi folyamatok. Tehát ha valakinek csökken a súlya, akkor az mindig jó hatással van mindenféle krónikus betegségre, és az általában a gyógyszer szükségességét megkérdőjelezi, vagy a mennyiségét megkérdőjelezi. Ez a salaktalanítás ugye szorosan összefügg ezzel a testsúlycsökkentési témakörrel, hiszen hogyha a testsúlyunk csökken, akkor a szervezetben az anyagoknak a mennyisége is csökken, amelyek akadályozzák a normális működést. Ez a salaktalanítás fogalom, ez a mai orvoslásban nem ismert, vagy nem szeretik, hogyha hallják már azt se, pedig nagyon sok értelme van, hiszen a szervezetben nem csak olyan anyagok keletkeznek, amit az anyagcsere léptennyomon felhasznál, hanem olyan is, amire nincsen szüksége, vagy ami többlet, és ezek az anyagok ezek hozzájárulnak a túlterheléshez. Lassítják a vegetatív működéseket, és ezeket el kell távolítani. Tehát, hogyha salaktalanító kúrákat csinálunk, aminek megvan nyilván a metodikája, az lehet, hogy összefügg a testsúly csökkenésével is, de nem feltétlenül. Vannak olyan személyek, akinek nincs súlyfölöslege, mégis tele van salakanyaggal, és salaktalanító módszerrel lehet csökkenteni ezt a szintet, és így a gyógyszer szükségét. Hát a diéta ugye hosszú távon, tehát a salaktalanítása például a bőtkurában lehet egy pár hétig, vagy egy-két hónapig élni és hatást gyakorolni a szervezetre, de ez nem egy életforma, hogy örökké bőtkurázzunk. Hát annak esetleg valamilyen ritmusban újra is újra lehet venni, de közte lévő időben pedig valamiféle diétára van szükségünk. A diétát azt helyesen kell kialakítani, ez a diéta, hogyha ezt valaki tartja konzekvensen, akkor ez bizony gyógyszer szükségét csökkenti. Mozgásprogram, ne is mondjam, ugye a rendszeres mozgás az nagyon nagyban hozzájárul a szervezet egyensúlyának a helyreállításához. Aztán a természetes regenerációs képesség előhívása, tehát mondjuk, hogyha valaki a hideg lábtól szenved, és reggel este csinál egy hideg-melegvizes váltott lábfürdőt, akkor azzal edzi az ereknek a beidegzését, és előfordulhat, hogy egy idő után nincsen szükség a meleg zoknira, vagy a rosszabb esetben a gyógyszerekre, értágító gyógyszerekre. Tehát, hogy olyan egyszerű fizikális módszerek léteznek, amivel képesek vagyunk befolyásolni a szervezet normális regenerációs képességét. Az élettani folyamatokat serkentő természetes anyagok. Ugye ezek a gyógynövények például, vagy ásványanyagok, vagy különböző szerves anyagok, aminósavak, amiket egyre többféle gyár és üzem állít elő, mindenféle minőségben nyilván,
az ember nehezen igazodik ki, hogy mi az, amit szabad és mi az, amit nem. Hát azért az idő kitermeli a jó minőségű készítményeket, és tudjuk azt, hogy nagyon sok nagy hatású gyógynövény létezik a világban, a magyar flórában is, ami nem nagy, körülbelül 300 féle gyógynövényünk van, ebből 70 féle van a gyógyszerkönyvben benne. De mondjuk egy indiai flórában van 7000 féle gyógynövény, és ott nagyon fontos és nagy hatású gyógynövények vannak, amiből rengeteg gyógyszer előállítási ötlet származott, gondoljunk itt a vérnyomás csökkentők, a raugolfiára és lobbiátokra vagy hasonlókra. Ezek ugye a gyógynövényekből merített ötlet alapján készültek először, ma már lehet, hogy szintetikusan állítják elő, de valamilyen közel volt a gyógynövényekhez. Tehát a gyógynövények azok ma is nagy lehetőséget adnak arra, hogy helyettesítsük a gyógyszereket. Egy gyógynövény jobb, mint egy gyógyszer. Miért jobb? Természetesen, amire a szervezetünk könnyebben tud reflektálni, mert ugyanazokat a struktúrákat tartalmazza, mint ami a szervezetünkben előfordul. Másrészt azért jobb, mert általában enyhébb hatású, mint egy gyógyszer, ami koncentráltan és nagyobb dózisban tudja a tablettákban azt adni, és sokszínűbb. A természet az úgy adja ezeket a gyógyszereket, hogy használjuk a szinergizmust, a különböző hatóanyagoknak az egymást erősítő hatását. A gyógyszergyár az egyféle hatóanyagot akar nagy mennyiségben adni, ami általában soha nem jó, az soha nem vezet jóra, hogyha mindig egyféle anyagból túl sokat veszünk be. Gondoljunk a cukorra. A cukor az alapvetően egy jó dolog, de hogyha kilószámra eszünk csak azt a kristálycukrot, amiben csak egyféle molekula van, az bizony kárt okoz. Ugyanígy van a gyógyszerekkel is. Tehát a gyógynövény jobb minőség a szervezetünk hosszú távú egészsége szempontjából, mint egy gyógyszer. Nyilván, hogyha hirtelen valami akut történés van, ugye ezek a dolgok, amikről én most beszélek, ezek nem az akut medicináról szólnak, amikor valakinek a súlyos sérülés érte a lábát és fájdalomcsillapításra van szüksége, vagy az életét kell megmenteni egy antibiotikummal, hanem azokról a helyzetekről van szó, ami a többség, ami a gyógyszerhasználat 80%-a, amikor krónikus folyamatok alakulnak, és amikor nem feltétlenül kellene az akut medicinában használt gyógyszereket tartósan alkalmazni. Aztán hiányzó anyagok pótlása. Ugye, tehát nagyon sok minden hiányzik a szervezetünkből a mai nem megfelelő életforma miatt. Tudjuk, hogy vitaminokat nem tudunk megfelelő mennyiségbe bevinni, mert maga a zöldség vagy a növény nem tartalmazza már olyan mennyiségben, a mezőgazdasági technikák miatt, vagy egyszerűen kapkodunk, nem megfelelően eszünk, csökken a élelmiszerek fajtainak a száma, amit beviszünk a szervezetünkbe, sokkal többféle élelmiszert használtak 100 évvel ezelőtt az emberek. Tehát ez a mai szokásrend és életmód, ez okozza, hogy hiányok alakulnak ki, és azt pótolni kell, szubstituálni kell, tehát be kell vinni azt, ami egyébként bent kéne legyen, de nem tud bekerülni. És akkor így vitaminokra, ásványokra, aminósavakra, különböző életfontos anyagokra, flavonoidokra, stb. Szükség lehet, és ezt ha pótolja az ember, akkor ez lehet, hogy megindít egy olyan folyamatot, ami egyébként már elakadt. Hát néhány példa, ugye például a magas vérnyomásos eseteknél teljesen jól lehet magas vérnyomásos beteget beállítani gyógyszer nélkül. Bőtkúrákkal, testsúlyszabályzással, étrend átállítással, elsősorban növényi étrendre kell átálljon, gyógynövényekkel, például fagyöngy, olívalevél, fekete ribizlilevél, ez a nardostachis, fokhagyma és egyéb gyógynövények. Hát sokféle gyógynövény van, ami hat a
magas vérnyomásra. Ezekkel nagyon szépen lehet eredményt elérni. A gyógyszer lecsökkenthető és elhagyható. No, azért itt akkor zárójelben meg kell jegyezzem rögtön egy fontos dolog, hogy természetesen ezeket nem öngyógyítás szintjén kell alkalmazni, hanem ehhez orvos kell. Olyan orvos, aki ezeket a módszereket alkalmazza, és aki ezt a folyamatot le tudja vezényelni, vagy át tudja állítani. Nem lehet úgy nekifogni, hogy gondolkodom, és akkor átállítom már a gyógyszerezésemet. Annak veszélyei lehetnek, bajt okozhatok vele, tehát mindenképpen orvosi vezetéssel tanácsos. Én ezeket azért mondom el, mert ezekben van tapasztalatom, tudom, hogy jól működik. Vannak magas vérnyomás betegek, akinél nem lehet a gyógyszert elhagyni. A megfelelő eljárások megtörténte után sem, vagy esetleg csak csökkented lehet. De ez a kisebb szám, a kisebb része a magas vérnyomás betegeknek. Aztán ugye a reflux egy másik téma, amiről már beszéltem. Hát az esetek többségében csupán egy olyan diagnózis, ami nem is létezik. Ez bizton állíthatom, tehát a refluxos betegre rá van sütve, hogy refluxos beteg. De igazából annyira színes és különböző problémakör van a ő baja mögött, amit így az ember nem is tud egy kalap alá venni. Az általános hasi panaszoktól a hányingerig, a valóban a nyerőcső fönnmaradásáig, a különböző éjszakai tünetekig, a köhögésre, a lekedtségre, a nagyon sok mindenre ráfogják manapság, hogy na hát ez reflux. Most a tényleges reflux az az, hogyha a gyomoshoz igazolhatóan fölmegy a nyelőcsőbe vagy a garatba, és ott károkat okoz. Ez a reflux betegség, és akkor erről a mai medicina, ami mit tesz, akkor a gyomorsav szintjét csökkenti. De hát ugye ez egy fából vaskarika, mert a gyomorsav csökken, akkor nem jól emésztődnek meg az anyagok, aminek meg kellene emésztődnie. Nem indul be az epetermelés megfelelően, mert ezt a gyomorsav indítja be, és a vékony bélben lévő lúgos enzimek sem választódnak ki megfelelően, azt is a gyomorsav tudná kiváltani. Tehát sajnos nagyon sok ilyen beteg jön hozzám, akinek évek óta be van állítva egy ilyen úgynevezett protonpumpagátló gyógyszerre, vagy egy gyomorsabb közömbösítő gyógyszerre, vagy a mind a kettőre általában ezt szépen össze szokták rakni. És akkor olyan minősíthetetlen és tűrhetetlen panaszai vannak már, amivel nem tud mit kezdeni, és nem tud kihez fordulni, majd megy a házigazdasághoz, és akkor azt mondja, hogy jó, be van állítva. És közben pedig hát egyre több a panasza, a gyógyszer mellékhatás, meg ez az állapot miatt, hogy a gyomorsav csökkenésével jönnek az új tünetek. Tehát maga a gyomorsavat csökkentő gyógyszer váltja ki az egész emésztőrendszeri tünet együttest aztán egy idő után. És rendkívül hálásak, amikor ezt a gyógyszer leállítást megcsináljuk, nyilván nem egyszerre, ez nem hirtelen megy, hanem lassan, és mindenféle előfeltételei vannak, de ezt meg lehet tenni, és akkor szépen beáll újra az az egyensúly, ami kellett volna akkor, amikor az első tünete megjelent neki, és nem kellett volna ráállítani erre a gyógyszerre. Ugye a hasi komfortot kell helyreállítani, bélforróját kell rendezni, hasi záróizmok edzését kell jugoterápiával, pránajámával, emésztőrendszer kell tonizálni, különböző gyógynövényekkel, keserűanyagok, gyulladást csökkentő bélforrószabályzó gyógynövényeket kell használni, és vannak természetes savközömbösítők, például akác, az eolit, a kolföld és így tovább, és mindezt persze orvosi kontroll mellett kell tenni. Tehát így szépen ki tudja alakítani hosszú idő alatt, tehát ezek hónapokba telnek, ki tudja alakítani újra azt az egyensúlyt, amikor a gyomor az normálisan működik, és ellátja az alapvető feladatait. Aztán vannak az izületi problémák, ez a harmadik, amit kiemeltem. Itt azt írtam fel szlogennek, hogy a gyógyszer használata csupán az utolsó megoldás. Tehát minden mást meg kell próbálni előtte, vagy ha már
ezen túl vagyunk, akkor meg kell próbálni visszamenni egy olyan szintre, hogy megnézzük, hogy mi az, amit a természetes módszerekkel el lehet érni, és csak utána kell a gyógyszert használni arra, ami marad tünet. Tehát a salaktalanító kúrák, ezek alapvetőek, a testsúly szabályzása ugyancsak, nyilván egy nagyobb súlyú személynél a deréktáji gerincszakaszra, vagy a térdizületre, vagy a bármelyik izületre nagyobb terhelés hárul, és így sokkal kevésbé tud regenerálódni. Tehát ezt a testsúlyt mindenképpen le kell csökkenteni. A jogaterápia segítségével lehet ugye a flexibilitást visszaállítani, gyulladást csökkentő gyógynövényekkel, fűszfával, indiaütőmjével, bozvéggel, kurkumával, gurucsival, fahéjjal, stb. Ezekkel lehet szépen befolyásolni a gyulladásokat. És amikor már tényleg a gyulladás megnyugodott, akkor lehet eldönteni, hogy vannak-e olyan krónikus folyamatok, olyan krónikus fájdalom, ami miatt tényleg kell valami fájdalomcsillapító, vagy tényleg kell protézis, vagy tényleg kell valami sebészeti, ortopédiai megoldás. De ez a maradék, tehát a jóval kisebb számú, mint amire ma rutinszerűen felírják a különböző mellékhatásokkal járó gyógyszereket. Na tehát milyen garanciák vannak? Nem két hétre kell elhagyni, hanem egy életre a gyógyszer tudja, hogyha az ember hozzáfog. Tehát nem arról van szó, hogy megváltoztatom az életmódomat egy hónapra, vagy két hétre, vagy öt hétre, vagy akár fél évre. Ha az életmódomat nem tudom tartósan, nem értem meg, hogy az életmód változtatása az mit jelent, akkor az eredeti probléma az nyilván rövid időn belül visszatér, hogyha visszaállok. Tehát az életmódváltoztatás az nem a természetgyógyászat szemlélete szerint nem arról szólnak ezek a dolgok, hogy én kifogtam, és akkor nekem van egy ilyen csorba az életemben, hanem arról szól, hogy a természet az figyelmeztet bennünket, hogy valamit nem jól csinálunk. És ez nem arra való, hogy akkor most két hétig jól csinálom, utána majd megint akkor lehet ugyanazt, amit eddig, hanem azt, amit nem jól csináltam, azt meg kell változtatnom. És meg kell szoknom, és meg kell értenem, hogy ezt másként kell az életben tennem. Ha túl sokat ugraburrálok, akkor azt csökkenteni kell, ha túl rosszul eszem, akkor jó kell étkezni, ha nem mozog eleget, akkor mozogni kell. Tehát ezek a dolgok élettanítások, és nem pedig kúrák, amit megcsináltam egyszer, és akkor vége van. Folyamatos orvosi kontroll mellett kell haladni, ez az egyik garancia, ugye, vagy a következő garancia, és mivel az ember hajlamos arra, hogy újra és újra elkutyul, ezért mindig újra és újra kellenek a kúrák. Tehát nincs mese, hogyha valakinek hajlama van arra, hogy túlsúlyos legyen, és mondhatnám, hogy a levegőből is kalóriát csinál, akkor muszáj újra és újra lébőtöznie, vagy muszáj újra és újra odafigyelni, hogy a diétáját újra komolyabban vegye, vagy a mozgásprogramját, vagy bármi. Tehát ezek mentén kell az embernek gondolkodnia, a hosszú távú dolgok, az orvosi kontroll és a újra és újra végezni a kórákat. Hogy fogjunk hozzá? Tehát a reformhoz valamiféle diagnózis, vagy útmutató, vagy egy terápiás program, életmódterápiás, természetgyógyászati terápiás program kell. Ezt én ugye megcsinálom mindig a pácienseimnek, a hasonló mélységű vezetéssel, bárhonnan is veszik ezt igénybe, mindenképpen szükség van. Mindent alá kell rendelni ennek a prioritásnak. Tehát az nem fog menni, hogy az ember az étkezését szeretné megváltoztatni, de közben annyi ideje nincs, hogy mondjuk egy minőségi ételt megfőzzön, vagy elkészítsen. Mert egyébként betáblázta az életét, és azon a rendszeren, vagy azon a rendben nem akar változtatni. Tehát ha az ember akarja ezt a
változtatást, ez az első zászló kell legyen, aminek mentén haladunk aztán, és mindent újra rendezünk az életünkben. Tehát a gyógyszer elhagyás az nem arról szól, hogy másfajta gyógyszert veszek meg, és ugyanazt csinálom, mint eddig, hanem arról szól, hogy ahhoz, hogy a gyógyszert elhagyhasson, ahhoz az életemet át kell alakítsam, és ez pedig komoly megfontolást igényel, és előre kell tenni a életrendnek a megváltoztatását. És hát nagyon fontos, hogy folyamatosan ellenőrizni kell a helyzetet. Előfordulhat ugyanis, hogy valaki happy hurrá hangulatban van, mert elhagyhatta a gyógyszerét, a magas vérnyomás gyógyszerét, de mivel, ahogy mondtam, hajlamosak vagyunk az elkutyulásra, ezért észre se veszi, és egy hónap múlva már megint ezt az becsempészte az ételem. Olyan szépeket szoktak mondani a paciensek, hogy én nagyon betartom a diétát. Hát egy kis rántotta az van reggelente néha, de csak hetente egyszer vagy kétszer. Igen, a kakaót a gyerek után azt meg szoktam inni, meg igen, akkor, hogyha elmegyünk este, akkor idén, meg szóval, hogy és akkor összejön ám az szépen, hogy gyakorlatilag ugyanúgy tartom, mint előtte. És ezt az ember nehezen veszi tudomásul. Tehát, hogyha nincs, aki fejére koppint és azt mondja, hogy jobb, szép, valami probléma van, ez nem jó van így, akkor előfordulhat, hogy észre se veszi, és már megint magas a vérnyomása, és esetleg veszélybe kerül. Tehát ezekre mindenképpen figyelni kell. A táplálkozásban én meggyőződéses híve vagyok annak, hogy a növényi étrend az mindenek felett a legalkalmasabb arra, hogy az ember egészségét megőrizze. A növényi alapú étrenden belül is ugye sokféle verzió van, amiket lehet alkalmazni. Hát egyáltalán ugye felvetem mindig, amikor erről beszélek, hogy nem kell, hogy az ember rögtön teljesen vegán étrendet, tehát növényi étrendet kövessen. Az épp elég, hogyha elindul úgy, hogy 40-50-60-70%-ban a napjai azok növényi étrenddel alakulnak. Hogyha ezt már tudja tartani, akkor mindig tud egy kicsit tovább lépni, és akkor hát igazából olyan, hogy 100%-ban vegán alig van, mert az embert mindig becsapják valahol. Tehát azt hiszed, hogy ez tök jó, nincs benne semmi, aztán kiderül, hogy jobb, szóval volt benne egy 5%-nyi génmódosított szója, vagy ott van benne egy, mit tudom én, valami kis tejtermék, vagy akármi. Tehát nagyon nehéz teljesen tisztán csinálni, mert sokszor akkor az ember nem is tud mit tenni, hogyha mindenhez ragaszkodik. De azért meg lehet közelíteni a 100%-ot. Lehet ugye gluténmentesen, lehet lektinmentesen, sok minden van itt ezen a térfélen, amiket az ember a általános állapottól függően bevezet a páciensnek. Komfortosra kell tenni az étrendet, ehhez nagyon sokat kell tanulni. Aztán tesztelések nagyon fontosak, a labor, megfigyelés, változtatás, táplálkozási tanácsadás, ismeretek bővítése, gyakorlat elmélyítése, fejlesztése, örömmel, élvezettel közelítés 100% a vegánhoz, tehát hogy minél közelebb legyünk, de úgy, hogy az ember élvezze és jól érezze magát a bőrében. Az emésztőrendszer folyamatos, folytonos támogatása fontos, kímélete, salatajtó kúrák kellenek időnként. Meg kell figyelni, hogy milyen panaszok lépnek fel. Ugye a széklet az egy nagyon fontos jelző, hogy általában akinek nincs rendben az emésztőrendszer, annak valamilyen széklet problémája van. Vagy lágy, vagy túl sűrű, vagy túl kemény, vagy túl ritka. Aztán a hasnak a formája nagyon fontos. A közérzet, ugye az, aki egészséges, az általában jól érzi magát, és azt mondjuk, hogy ő fit. De a fittségnek azért sok más összetevője is van, ugye van a testi fittség, a lelki fittség, szellemi fittség, aztán az alvás nagyon fontos, hogy tud-e aludni, jól alszik el, mennyit alszik, túl sok alvása jó, a ritmustalan alvása jó, a bőre milyen, ugye nagyon fontos árulkodó jel, haja, körme,
nyelve, meg lehet nézni a fürdőszobában, ugye ez nem egy szentségtörés, hanem kinyújtja a nyelvét magára, és akkor megnézi, hogy hol vannak, mekkora lepedékek vannak rajta, azt lehúzza esetleg, lehelete milyen, meg lehet kérni a társunkat, hogy jelezzen vissza, vizelet milyen színű, hát általában az a jó, hogyha világos színű, mert túl sötét vizelet az azt jelenti, hogy nem iszunk eleget, meg túl sok salakanyag van. Szexualitás milyen, ugye az is képes nagyon gyorsan változni, hogyha nincs meg a testnek a kontrollja, vagy a komfortja. Ezeknek mindnek jelentősége van, ha nem tudjuk, hogy mit jelentenek, vagy nem tudjuk megszüntetni, akkor szükség van tanácsadásra. Fontosak a tendenciák, felmérni a rizikót, a veszélyeztetettséget, hogy milyen szabályzókör károsodott, az edzettséget, a vitaminellátottságot, életmódhibákat. És akkor van ugye ez a szűrés dolog, amiről mindig beszélnek, hogy ilyen olyan szűrésre kell elmenni, a mammográfia szűrésre, meg a kolonoszkópiás szűrésre. És akkor én azt írtam ide, hogy a szűrővizsgálat az, ami megelőzi a daganat kialakulását, és nem az, ami felfedezi, amikor már kialakult. Az előbbit úgy hívják, hogy prevenció, az utóbbit pedig úgy, hogy futunk az események után. Szóval a szűrővizsgálatokról nincsen olyan túl sok jó véleményem, mert nem arra koncentrál, amire kéne, hogy hogy lehet megelőzni a betegséget, hanem inkább arra koncentrál, hogy hogy lehet időben felfedezni, hogy már kialakult. Kicsit olyan, mint amikor potyognak be az emberek a hídról, és akkor folyton veregetik a mellüket, hogy hogy mentették ki, akiket ki tudtak menteni, ugye, de azt nem nézik meg, hogy miért potyognak be a hídról. Hát ehhez kellene laborvizsgálatok, orvosi vizsgálat, reflexélek, ultrahang, röntgen, különböző preklinikai vizsgálómódszerek, infrakamera, reflexológia, stb. Tehát ugye például egy ilyen hőkamerás képből az ember látja, hogy hát itt tele van ilyen oda nem való meleg foltokkal, nyirokpankással, ezek normálisan nincsenek. Tele ilyen, ha valaki közelebbről látja, ilyen kis foltok, mintha ki lenne tapasztalva, világos, sötéten mindenféle foltok vannak. Ez azt jelenti, hogy ott a nyirok keringés, a hasi szervek környezetében pang és reflexjeleket ad a hasbőrön. Hát és akkor mozgásprogram kell, relaxációs program, önfejlesztés, az életfilozófia fejlesztése, vitaminkúrák, salattalanítás. Na most ennek fényében még egy pár percben elmondom, hogy miket próbálunk a jövőjében ehhez nyújtani, ha valakinek van ilyen érdeklődése. Ugye legközelebb december 1-én lesz ez a természetgyógyász magazinos fesztivál, a Villányúti Konferencia Központ, a bőrről fogok többet beszélni, hogy mire kell figyelni. Aztán itt Magnetházban január 28-án fogunk legközelebb találkozni a depresszióról, a szomorúságról és az életmódról. Téli időszak kapcsán sokan télen szeretnek szomorúk lenni, már bocsánat, szóval nem a rossz szándékkal mondom ezt, hanem hogy sajnos ez elég gyakori jelenség. Az éves bőtkúra előadást pedig február 18-án tartom ugyanitt. Ez ugye arról szól, hogy az, aki utána a csoportos ambuláns bőtkurámon részt akar venni, a tavaszi méregtelentés, ami ugye a pacienseimnek ingyenes szokott lenni, azok a bevezetést meghallgassák itt, hogy hogy kell hozzáfogni a lévőtőz. Aztán főzőtanfolyamat csinálunk Somogy Vámosan a Radi Resortban, február 21-25-ig. Akkor lesz a tavaszi lévői tábor, ami bentlakásos, az most kivételesen Granada Hotelben lesz Kecskeméten, április 3-tól 7-ig. Aztán lesz egy pirisi gyógynövény felismerő túra május 9-én, 10 órától. A harmadik kerületi akvinkumi vasúti megállóban, Pirisvörösvár felé lévő vonatnál fogunk találkozni 9:30-kor. Aztán nyári vegán piknik lesz Balatonfüreden, kempingben,
május 31-től június 2-ig, amikor a pünkösd van. Aztán Somogyvárosban a Kösnövölgyi búcsú alatt tartok majd előadást a Jövődában a hasi panaszok ellen. Aztán lesz még egy ilyen tanyasi bográcsos kemenc és vegán főzicske majd valamikor, mikor is, szeptemberben. Na, szóval, amit akartam elmondani is.